Mondták a szomszédok, hogy a kiskutyám mindig sokáig nyűszít, amikor elmegyek hazulról. Hogyan búcsúzzak el tőle, hogy ne csinálja ezt? Ez egy nagyon komoly probléma, és főleg panelházban egy nagyon kellemetlen szituációt eredményezhet, hogyha a kutya üvölt, amíg a gazdi nincs otthon. Két dolgot tudok erre mondani. Az első az, hogy az elbúcsúzás az ebben a szempontból szerintem nincs nagy jelentősége, hogyan búcsúzunk el. A kutyának az számít, hogy otthon van, vagy nincs otthon. Akárhogy búcsúzik tőle, ez nem lesz különbség. Amit viszont az alatt az idő alatt lehet a kiskutyával tenni, amíg nem vagyunk otthon, az a következő. A leggyakrabban az üvöltés, a kiabálás, a nyüszítés azért van, mert félelmei vannak a kutyának, és egyedül van, és unatkozik. Ezek azok az okok, amelyek, hogyha más egyéb fiziológiai körülmények nem kényszerítik erre, tehát nem beteg, nincsenek daganatos betegségek, stb. Tehát egészséges kutyáról beszélek. Ez a három faktor szokott lenni az oka a nyűszítésnek és a kiabálásnak, amíg nincs otthon a gazdi. Ha bekapcsolva hagyjuk a rádiót, uram, bocsánat, a tévét, vagy úgy helyezzük el a kutyának a fekvőhelyét, hogy kilásson az ablakon, az erkély ajtón főleg, ahol kint mozgást lát, autók jönnek-mennek, sétáltatás zajlik, kutyák jönnek-mennek, emberek mozognak, lefoglalja, valamilyen szinten lefoglalja, élénken tartja, ébren tartja az érdeklődését a kutyának, kisebb valószínűséggel fog kiabálni és nyűszíteni. A hang, hogyha hang van folyamatosan, akár a rádióból vagy tévéből, árad a hang, nem túl hangosan, de árad a hang, az a kutyának egyfajta biztonságérzetet ad. Ez azt jelenti, hogy ő úgy érzi, hogy nincs egyedül, hiszen hát lám-lám hangok jönnek. Igaz bár, hogy a gazdi nincs itthon, de ez már sokszor bőven elég ahhoz, hogy a nyugalmát meglelje. Kóros esetben, ha ezek mind nem jönnek be, és a kutya nagyon üvölt, akkor meg kell próbálni valamilyen szedatívumokat alkalmazni, nyugtatókat alkalmazni. Ez mindenképpen az állatorvosának a segítségét kérje. Ezt, hogy mondjam, ne a házi patikából intézze, ha lehet. Tehát kérje állatos segítségét, ő fog tudni segíteni ebben. Sokszor homeopátiás nyugtatószerek is alkalmazhatók, amelyek jó szinten meghozzák azt a fajta nyugodtságot, amely kell ahhoz, hogy a kutya kibírja azt a 8-10 órát, amíg a gazdi nincs otthon. Nehéz kérdés, nincsenek egyértelmű válaszok, remélem tudtam segíteni valamit.